Kardinálist fogunk készíteni, nagyon egyszerű recept, csak jó sütő kell hozzá. Kell hozzá 10 darab tojásfehérje, szépen leválasztjuk a sárgáját. Az összes sárgára nem lesz szükségem, csak összesen 2-3 darabra. Nagyon egyszerű a recept, jó sütő viszont kell hozzá. Tehát leütöttük a fehérjét, lehetőleg héja és sárgája nélkül. Szükségünk van hozzá 230 g cukorra, közben egyszerűen csak fel kell habosítanom. Nem túl kemény, inkább egy lágy habot kell verjek, és indul. Először csak lassabban, hadd menjen. A habunk elkészült, nem szabad kőkeményre felvernünk, mert akkor már nem fog tudni nőni a sütőbe, egyből össze fog esni. Úgy tudjuk megállapítani, hogy jó lesz-e a hab, hogy egy kis csúcsokat húzunk belőle, és így lekonyul. Akkor jó lesz a habnak a minőség. Körülbelül egy kártyányit félreteszek, ebből lesz majd a sárga része. Azt be is keverem már. A sárgájából beleteszek körülbelül 2-t, az elég lesz, sőt pont 2-t. Ott elkeverem, és hozzáteszek még kb. Egy evőkanál lisztet. Teszek még egy sárgáját, hogy szebb legyen a színe. 2-t össz. Egy pici liszt, egy pupozott evőkanál. Elég lesz. Óvatosan beleforgatom, azért meghagyjuk a habos szerkezetét. Nagyon jó, félreteszem. Egy előkészített szilikonos sütőpapíros lemezre van szükségem. Nyomózsák, jó nagy nyomócsővel. Kifordítom. És így rá húzom a kezemre. Az alján a csövet pedig megfogom a kis ujjammal. Így, ha megtöltöm, akkor nem fog kicsöpögni. Soha ne töltsük teljesen tele a zsákot, mert akkor ki fog folyni a végén. Most elég nagy zsákom van, és elég kevés habon, bele is teszem egyszer az egészet. Mielőtt elkezdeném nyomni a sütőlemezre, egy picit légtelenítem, az azt jelenti, hogy gyors mozdulattal kinyomok egy kis habot, és akkor nem lesz benne buborék. És csíkokat húzok. Egyet, kettőt, hármat, ez lesz az egyik fele, és még egyszer. Most jön a sárga része, másik nyomózsákra van szükségem, mert a sokkal kisebb cseletettem, és ide a kis réseibe behúzok egy-egy csíkot. Egyet, kettőt, egyet, kettőt. Ez ízlés szerint lehet több vagy kevesebb. És rájön a habnak a következő rétege. Igyekezzünk elosztani a habot úgy, hogy elég legyen, ne sok, ne kevés. És egy nagyon pici porcokat fogok szórni a tetejére. Előmelegített 175 fokos sütőben 235 percig fogom sütni. Az első 35 percet sima légtérben, a második 35 percre be fogom kapcsolni a nedvesség tartalmi csökkentő programot. Kardinális 70 perc alatt gyönyörűen szépen megsült. Megemelkedett, aranybarna lett. Szerencsére van nekem egy kis teleszkópos kihúzó rendszerem, ami megkönnyíti a dolgomat. Nagyon szép, ellenőrzöm az állagát, nem törjük be, szépen átsült. Azonnal át kell fordítanom, és rögtön még forgom be fogom tölteni. Teszek rá egy papírt, egy másik lemezt. Igyekszem nem összenyomni. Egy mozdulattal megfordítom. És várjam ellen is le a forró lemezt róla. És leszedjük róla a szilikonos sütőpapírt.
egy jó kis házi nagymama lekvárral fogom betölteni, legalábbis az volt ráírva az üvegre. Ha nem elég sűrű a lekvárunk, amikor felolvasztjuk, egy kevés cukorral tudjuk sűríteni. Egy kenőkéssel igazítok rajta. A másikat ráhelyezem. Most érezni igazán, amikor megfogom, hogy milyen jó állaga van. És ilyenkor beszoktuk még tekerni egy papírhengerbe. Így várjuk fel, egy picit megszívja magát, és már lehet is szeletelni.